Üdvözlöm Szepesi Tibort, Karcagváros polgármesterét. Június utolsó hétvégéje mindig a Karcagi Birkafőző Fesztiválnak a napja, a hétvégéje már évek óta, amelyet immár 2 éve rendhagyó módon a Karcagi Birkapörkölt napja vált ki. Elsőként az a kérdésem, hogy mint városvezetői már, ahogyan említettem, második alkalommal kerülhet keretek között megtartása ez a rendezvény, hogyan éli meg, mit szól hozzá? Nagyon nehéz, hiszen azért nem csak a programok hiányoznak, nem csak azok a koncertek, és nem csak azok a kiegészítő részek, a vásár, a gyermekprogramok, különböző játékok, hanem azok a közösségi beszélgetések, azok a találkozások, amelyek azért mint 20 éve jellemzik a Karcagi Birka Főző Fesztivált. Amikor egy-egy család összejön, amikor rég nem látott barátok, távoli ismerősök egymás mellett főznek, és több hónapos, több éves távollét után meg tudnak beszélni dolgokat, újra tudnak találkozni, együtt vannak, örülnek, kóstolgatnak. Én ezt gondolom, ez a legfontosabb része a Birka Főző Fesztiválnak. Ugye a tavalyi évben ez egy nagyon nehéz volt, hiszen akkor magát a fesztivált is elérte az a járvány hullám, amikor egyáltalán nem lehetett gyakorlatilag semmilyen közösségi rendezvényt tartani. Az idei évben egy picit azért enyhébbek a szabályok, és lehetőségünk volt arra, hogy kihasználva azokat a korlátokat, de meg tudjuk szervezni valamilyen szinten a Birkafőző Fesztivált. A valamilyen szint az azt jelenti, hogy azért kisebb közösségek, kisebb intézményi udvarokon azért össze tudnak jönni, tudnak beszélgetni, tudnak együtt lenni, sétálgatni, egy picit olyan érzéssel, mint hogyha hagyományos fesztivál lenne. Ez azért azt gondolom, hogy jóval több annál, mint ami tavaly volt, de azt is tudjuk, hogy jóval kevesebb annál, mint amihez hozzászoktunk. De bízom abban, hogy ezen az éven is túl leszünk, ezen a nehézségeken is túl leszünk, és jövőre egy újra a megszokott, hagyományos formában megrendezésre kerülő Birkafőző Fesztivál tudunk majd szervezni. Hogyan épül fel a mai napnak a tematikája? Milyen programok megtartására kerül majd sor? Figyeltünk arra, hogy mindenki eljuthasson mindenhova. Tehát, hogy legyenek olyan programok, vásárlási lehetőségek, és minden korosztályt meg tudjunk valamilyen szinten szólítani. Ugye hagyományos már az, ha az előző éveket nézzük, hogy mindig a pénteki napon már valami fajta felvezető programmal kezdődik a rendezvény. Ez a tegnapi napon is így volt, hiszen az ifjúsági házban a Fülemüle együttes koncertjén táncolhatott, szórakozhatott az, aki azt úgy szerette volna. És hát a mai nap azzal, hogy itt a hátam mögött is látszik, hogy hajnalba, korán reggel összejönnek a társaságok, a baráti csapatok, és elkezdődik a főzés, hiszen a birkapörkölt főzése az egy hagyományos, rendben kezdődő, több nappal előtte megelőzi a főzést, hiszen azért ki kell választani a birkát, föl kell darabolni, elő kell készülni a főzésre, és hát nyilván reggel, ahogy itt mögöttem is látszik, föl kell készíteni ahhoz, hogy délre kész legyen. Több helyszínen zajlik a főzés, és ebben nem is tudjuk igazán, hogy hány olyan családi ház, baráti társaság, nagy család vagy szűkebb család van, hiszen szerintem nagyon sokan fognak főzni a városban, úgyhogy igazából nem is tudunk róla, legalábbis központilag. Majd csak onnan értesülünk, amikor a fényképek elkészülte után, ugye föltöltik a honlapra, és amikor majd nyilván azokat a főzőket, akik a mai napon, a mai hétvégén főznek, majd meg fogjuk újra jutalmazni, mint ahogy a tavalyi évben is. Tehát visszatérve a főzésre, ugye központi helyszínek vannak, Szélmalmi Fogadóház, Morgócsárda, Látogatóközpont, Dériné Kulturális Központ, illetve azok a munkahelyek, ahol önkormányzati munkahelyeken nagyobb társaságok tudnak összejönni. Az idősebbek is megszervezték a saját főzésüket, tehát ők a Rákóczi úti központban fognak az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület szervezésében majd birkapörköltöt kóstolni. Ha jól tudom, több mint 200-an lesznek például azon a helyszínen is. És ahogy mondtam, a Dériné előtt a hagyományos, valamilyen formában hagyományos kirakodóvásár, amit azért bízom benne, hogy nagyon sokan meg fognak látogatni, illetve mellette a látogató központban a gyermekeknek a szokásos program, tehát a juszárnyék-szerű simogatás, állatsimogató, különböző kóstolási lehetőségek, légvár a sportcsarnokban, és hát mondhatom azt is, hogy a délután is folytatódik a idézőjelben megszokott hagyományos rendben,
ugye a Nóta műsor, ami most a Dérinél Kulturális Központban kerül majd megszervezésre. Beszéltünk arról, hogy milyen formában kerül majd zsűrizésre, illetőleg, hogy a jutalmazzák a jelentkezőket. Arról mit lehet tudni, hogy körülbelül online módon mennyien jelentkeztek? Ugye nem volt előzetes regisztráció, ahogy a tavalyi évben sem, tehát utólag fog kiderülni az, hogy majd hányan főztek. Tavaly is 2-3 nappal a hétvége után tudtuk meg, hogy közel 100-an, több mint 100-an főztek a tavalyi évben is. Én bízom abban, hogy idén is legalább ezt a létszámot tudjuk majd hozni, vagy akár fölé is nőhetünk ennek a létszámnak. Legalábbis az előzetes beszélgetések, előrejelzések, érdeklődések azt mutatják, hogy idén is jócskán 100 fölött lesz a birkát főzőknek a száma. Azt, hogy hány birka kerül megfőzésre, azt ugye nagyon nehéz, hiszen itt a hátam mögött is 5 birka kerül megfőzésre, szerintem a Szélmalmi Fogadóháznál is legalább 8-10 birka kerül megfőzésre. És ugye kérdés volt a zsűrizés. Hát nyilván zsűrizni most ebben az évben, mint ahogy tavaly is, azt fog, aki megkóstolja a birka pörköltet, és majd ő eldönti ott rögtön a főző mellett, hogy ízlik neki a pörkölt, vagy nem ízlik neki a pörkölt. Tavaly évben nem volt reklamáció, én bízom abban, hogy idén sem lesz. A díjazása pedig nagyon egyszerű lesz, mindenki, aki birka pörköltöt főz, győztessé lesz nyilvánítva, függetlenül attól, hogy a mellette lévő zsűri hogy döntött. Tehát a mai nap, aki birkát főz, az már nyert. Polgármester úr, szerint zárásként, hogy kérdezzem meg, milyen a jó birka pörkölt? Finom.